Kedves nézők, itt is vagyunk a második félidőre. Karcag-Rákóczi-Falva 45 percnyi játék után 0-0. Mindkét mester cserél a folytatásra nálunk 11-essel Erdei Tibor lép pályára, míg Ruskó Zsolt 10-essel Trecskó Zsoltot küldi föl. Erdei majdnem kapott egy labdát, Kürti Gábor hibáját kihasználva. Máté Fazekas. Messziről lövi meg. Messzire. Erdei egyébként Farkas Sándort váltotta, így némileg átrendeződik majd a karcagi csapat. Szőke. Szívós. Domokos Attila az, aki egy sorral visszább lép az első képek alapján. Nagy Roland labdát kap, aztán fölé bombáz. Több volt benne. Erdei centerbe lép, Györfi György jobb oldalra húzódik. Kovács marad a bal szélen, Domokos Attila egy sorral hátrébb. Hát valószínű folyamatosan változik majd a karcagi csapat játékosainak helye. Éppen mit kíván meg a meccs aktuális állása és képe? Szent Annai három kékmezes szorításából is higgadtan játssza ki a labdát. Erdei! Mélységi indítás Györfi György felé. Jön a kapus és Kis Zalán magasra rúgja. Jól élt együtt a játékkal a kapus. Eddig mindenképp talán a mérkőzés embere, a 17 éves Rákóczi-Falvi hálóőr. Hudu. Szívós. Szent Annai. Hudu Martin. De itt fölrúgják. Talán jó jel, de az elmúlt 5 évben 0-0-ás döntetlen nem játszott egymással a két csapat.
Sőt, olyan sem volt, hogy mindössze egy gól született volna a mérkőzéseken. Négy alkalommal is volt olyan viszont, hogy kettő. Egyszer 2-0-ra nyertünk, háromszor pedig 1-1-es döntetlen állt az eredményjelzőn. Nagyon jó Csel Máté Fazekastól a vonal mellett. Már a 16-oson belül, most teszi tovább. Szőke lábáról pedig a kapus kezébe pörög a labda. 2013-ban jutottak föl a megyei első osztályba a Rákóczi Falviak. Az azóta lejátszott 10 meccsen 6-szor mi nyertünk 3 döntetlen és egy Rákóczi Falvi siker mellett. Az a győzelem a Rákóczi Falvának a tavalyi szezonban született, akkor 4-2-re nyertek hazai pályán, és például a fél időben beállt Trecskó is 2 gólt szerzett azon a meccsen. Nálunk Kovács László duplázott, és 2-0-ra is vezettünk, úgy kaptunk ki 4-2-re. Ide a Ligetútra nem győzni jár ellenfelünk, viszont az 5 látogatásukból 2-szer is azért a pontszerzés összejött nekik. 3 győzelem mellett 2 darab 1-1-es döntetlen a Karcag-Rákóczi Falva meccseken. Nem lehetetlen küldetés, tehát a Rákóczi Falvának a karcagi pont, és eddig egyelőre a mai napon is elég jól állnak ehhez. Azért az fontos leszögezni, hogy amilyen jól indult a két csapat párharca 2013 óta, Zsinórban 4 mérkőzést nyertünk meg, azóta viszont 6 egymás elleni találkozóból 4-szer nem tudtuk legyőzni ellenfelünket. Erdei. Kovács fennakad. Aztán pedig Erdei rúg oda. Két nagy klasszikust is játszott egymással egyébként az elmúlt 5 évben a két csapat. Az egyiket a 2016-17-es idényben, amikor a hazai 4-0-át követően idegenben 9-3-ra győztünk Rákóczi Falván. Úgyhogy az első percben egyébként a hazaiak vezettek 1-0-ra, és a 40. percben már mi 5-1-re. Azon a meccsen egyébként Székely Dávid egymaga 6 gólt rúgott. A másik ilyen gólgazdag találkozót pedig itt a Ligetúton játszották, akkor 7-1-re győztünk. Székely triplázott, Szőke 2-t vállalt, és Szívós Gyula is eredményes volt. Szőke Norbert elvezeti Máté Fazekas mellett előtt. Szent Annai fejről fejre a labda. Hudu oldalra, most talán meg lehet nyugodni. Györfi fejjel tolja maga elé. Hosszú azonban a labdája, Szakali elveszi tőle. Valami apró faltot szúrhatott ki Nagy Zoltán ott a mezőnyben. Szakali. Megnyúzzák egymást Trecskóval. Egyből laposan középre, emberhez, és a lövés átmegy a hosszún. Veszélyes pillanatok ezek most. Máté Fazekas sikerül elpöckölni előle. Nagy Roland, senki nem indul. Erdei, egy az egybe meg kéne verni a vendégek csapatkapitányát. Egybedobásra jók vagyunk. Szent Annai, Szívós.
Nagy Roland. Jobbal a mélységi indítás hosszú Hudunak. Nagy Roland, szép testcsellel indul meg. Visszafújja a játékvezető. Kürti Gábor szemüvegben. Hiába szerez labdát. Meghúzták Nagy Rolandot. Szent Annai. Egyszer már mondtam, hogy messziről messzire. Ez is egy ilyen lövés volt. Gyenge kísérlet. Trecskó. Meg kell feszülni azért az indításért, nem is éri el. Szívócs. Hudu. Nem sokat változott a mérkőzés képe. Nem igazán sikerült fölpörögni a folytatása sem. Nem csodódja, nézők is a lelátón más mérkőzésekről beszélgetnek. Nem igazán köti le az ember figyelmét ez a mai bajnoki. Pedig a csapat összeállítására nem panaszkodhatunk. Nem Csikó csapattal játszunk. Ezért is érdekes ez a impotens játék. Györfit megelőzik. Magdaljuk a labdát ide-oda. Erdei átlépi. Szent Annai megtartja. Hudu pörget bele, Szakali meg, ahogy azt már tőle megszokhattuk a meccsen, amerre áll, arra rúgja. Ez viszont nagyon biztosan hozza. Györfi. Kovács. Trecskó. Máté Fazekas. Messziről lő. Fölpattam Belényesi előtt. Nem volt veszélytelen. Mellel hárít a kapusunk. Ha
Edgar Davids hordott ilyen csini szemüveget, mint amit Rákóczi falva jobb átvédje Kürti. Sportszemüvegben lehet futballozni. Máté Fazekas megint lő, megint kipattam Belényesiről. Igen, kellemetlenek ezek a kísérletek. Közvetlenül ott pattannak a kapus előtt. Akár irányt változtathat fűcsomón. Egyelőre őrzi Belényes is a karthagi kaput. Két kapus, akik kiemelhetőek a meccsen. Szent Annai, szívós. Gyenge indítás Kovácstól. Hazacsúsztatja Kürti Gábor. Kapus fölveheti majd. Hudu. Hodú vissza. Nagy, ez most szép összjáték Györfi Györgyel. A beadás is jó. Tovább csorog a labda. Azonban kirúgás az ítélet. Ezt most legalább végigvittük. Volt két szép indítás, aztán a beadás sem volt rossz. A csatár teljesítmény, ami nem tökéletes. Nagy Roland kilépne a védők között. Erdei, szívós, hátulról érkezik a becsúszó szerelés. Labda volt. Aztán meg egy nagy sikítás. A vendégek jöhetnek szabadrugással. Kis Szakali. Jó, a tovább fejelt labda. Máté Fazekas, mintha kézzel szelídítette volna meg. Még mindig ő aztán hiába esik el, ezért nem fognak büntetőt ítélni.
kipörög. Jöhet a bedobás. Szívós. Trecskó. Vállal. Nem volt jó az indítás. Kürti. Itt jobb hátvédet játszik, tavaly azonban utánpótlásban 20 meccsen 18 gólt rugott. Jó kis futballista ő is. Nagy Roland. Tavaly 15 gólt szerzett a karcagi felnőtt csapatban. Egy elég inséges szezon volt mögöttünk. Ami csoda folytán mégis bejártunk a negyedik helyre. És igazából sokáig vérbeli csatár nélkül játszottunk. Így lett Nagy Roland a csapat egyik gólvágója és éke. Kispál talpalt. Györfi elveszti. Máté Fazekas egyel tovább teszi. Trecskó, most a lövés és a keresztléc. Nagyon közel járt a vezetőgól az a Rákóczi falva, és talán egy kis ébresztő a karcagiaknak, hogy ez így nem oké. 2-2-ben támadhatott a Rákóczi. Belényesi tehetetlen lett volna a Trecskó lövésénél. Hudu, összefejeltek. A vendégek szerint nem történt szabálytalanság. Szívós Gergő nézi meg Hudu fejét közelebbről. Talpon a karcagi játékos. Úgy tűnt, hogy nincs gond, de mégis. Valószínű vérzik. Reméljük tudja majd folytatni a játékot. Nagy. Kürti. Máté Fazekas nagyon hosszan tolja maga elé. Kürti jó magasra rúgja. Hudu pedig kapott egy tampont az orrába. De lehet, hogy nem sokáig lesz már a pályán.
hiszen Daróczi Dánielt hívja a kispadhoz Orosz István. Nagy Zoltán jóvá hagyja, nem vérzik Hudu, pályára léphet. Szervezkedik Orosz mester. Daróczi pályára küldésével lehet, hogy másoknak a pozíciója is megváltozik majd a pályán. Valamit változtatni kell, ugyanis a második félidőben még nem voltunk veszélyesek a Rákóczi falva kapujára. Ők viszont már háromszor is eljutottak a miénkig, kétszer Belényesi védett, egyszer pedig a kapufa mentett meg minket a góltól. Négy nagy pofon után lehet, hogy Karcagon megszakadhat a Rákóczi falva veretlenségi sorozata. Azon a Karcagon, ahonnan csapat a bajnokságban még nem távozott ponttal. Csúsztatás. Domokos felrúgja. Szent Annai. Na most lendületből Nagy Roland a védelemre. Györfi elkérné a labdát. Nagy befelé cselez, ez lövés lesz. Leblokkolják. Kovács ront. Nagyon rosszul játszunk ma. Jött a karcagi csere, Kovács László jön le. Azt hittem, hogy a vérző úrú Hudu lesz az. Ők ezért láthatóan nincs a toppon. Daróczi a balát véd. Domokos Attila jön följebb egy sorral. Szakali végzi el. Csapatkapitány is 2015 óta játszik itt, korábban Nyászapátiban, Tószegen, Martfűn, Kemenes magason, illetve Szolnokon is rúgta a bört. Itt csapatkapitány is lett. Ez is egy nagy lehetőség volt. Máté Fazekas 16-ról senkitől se zavartatva lő mellé. Azért előtte álltak, meg tornyosult a karcagi védelem. De jobban is helyezhette volna akár. Erdei nem tudja levenni, Nagy Roland rásprintel. Az a jutalma, hogy eladták a vendégek, csak sajnos mi is. Daróczi. Elég furcsa mozdulat volt, nem csoda, hogy ezzel nem lehet labdát tartani. Györfi! Nem akarják bántani, Györfi szólózhat. Az első passznál elveszítjük. Lehet jobb lett volna, egyedül végigvezeti. Nem tette. Daróczi! Kemény összecsapás. Szent Annai.
Róla megy ki. Kispált megelőzi Szent Annai. Ügyes labdakezelést Györfitől. Utolérik és elveszik tőle. Nagy. Szívós. Ez most egy jó indításnak tűnik. Györfi kilép a védők között, ellövi, és ezt is megfogja a kapus. Nagy Roland, még ott a gólhelyzet. Középre teszi, ott viszont nem érkezik Györfi. Megvolt az első nagy lehetőség a második játék részben is, karcagi oldalon. De Kizzalán nem lehet kizökkenteni egy kis üres járattal. Ő ugyanúgy véd, mint ahogy eddig. Nagy hárítás ismét. Marad a 0-0. Nagy Roland. Szent Annai. Domokos. Szőke megelőzte ellenfelét. Az még akár kapura is húlhat. Csak szöglet lesz belőle. Előtte viszont még szeretne cserélni a vendégcsapat, mégpedig Ruskó Zsolt a csapat játékos edzője. Mihályi Mátét váltva pályára lép. 45 esztendős Ruskó Zsolt 1983 óta futballozik. Rákóczi falván lett először igazolt játékos. Bekerült a serdülő és ifi válogatottba is. 1991-ben kapta meg az első profi szerződését az akkor első osztályú Siófoki Bányásztól, de játszott Debrecenben, Diósgyőrben, Pécsen, Moson, Magyaróváron is. Na most pályára lépő Ruskó. Sportvezetőként dolgozik a helyi sportcsarnokban. Tavaly 10 góllal zárt 28 meccsen, akkor még egyértelműen alapembernek számított. És hát azért most is majdnem minden meccsen pályára lép. 7-szer kezdett is a bajnokságban. A gólok viszont már nem mindig úgy jönnek. Egyet jegyez eddig. Daróczi és Trecskó. Trecskó volt szabálytalan ezek szerint. Kormos Barnabás asszisztens tartja fel a labdát, ez pedig nem jelenthet mást, mint az, hogy kint van. A kékek dobnak. Egyszer játszottunk már 0-0-át a bajnokságban, Fegyvernekről távoztunk ilyen eredménnyel. És hát a többi döntetlenünk is idegenben született, Csépán 2-2, Jászfényszorún 1-1. Itthon ilyen eredményünk még nincs, és gólt is mindig szereztünk. Ma viszont akadozik a játék.
Erdei, ez most jó összjáték. Szívós, egyből ketten a nyakán. Nagyon masszívan védekezik a Rákóczi falva. És hát becsületükre legyen mondva, hogy a támadó játékot sem adják föl teljesen. Szívós Gyula hangjával jelzi, hogy elkéri a labdát, bár ne tette volna. Szívós Gergő, távoli lövés. Nem volt rossz, de nem talált kaput. Most már azért Orosz István is egy kicsit vehemensebben irányítgat a vonal mellől. Nem játszunk jól. Nem jó a meccs. Hudu. Kenderesi nevelésű játékos egyébként. Domokos. Nagyon mély a beadás. Könnyed zsákmány Kisnek. Ennél sokkal nehezebb feladatokat is megoldott már a meccsen Kizzalán. Daróczi. Szent Annai. Fölrúgják, mert tovább a játék. Györfi őt meg hátulról lökik meg. Lopjuk a távot. Elvégezte Szívós. Ez most butaság volt, aztán megállnak a Rákóczi faljak is. Máté Fazekas kiugratná Ruskót. Hudu dob. Szent Annai megbotlik. Újabb pontatlanság. Nagy Roland. Ez most szép játék. Györfi a 16-oson belül, és a lövés, ez is elmegy a kapu előtt keresztbe. Nem passzolt, inkább lőtt, és nem biztos, hogy nem döntött rosszul. Újabb szerkezetváltás, Szívós Gergő maradt középpályán, Szent Annai Zoltán lép a védelembe. Szent Annai. Nagy. Erdei.
Frecskó. Szőke Norbert megelőzte, Erdei megy. Felborítani sem tudják Erdei Tibort, aki aztán elhagyja a labdát. A játékvezető viszont visszafújja. Domokos a labda mögött. Nem sok idő van már átra, bőven a mérkőzés hajrájában járunk. Lassan döntésre kellene vinni a meccset, ha szeretnénk itthon tartani a három pontot. Szent Annai. Nem rossz. Kürti csúsztatja szögletre. Játékvezető asszisztense, Pálinkás Donát, azt mondja 5 perc, ennyi maradt. Domokos Attila szöglet, a rövidre, mintha kezezés történt volna, nincsen büntető. Ruskó lekészíti Máté Fazekasnak, ő is rálép a labdára és elhagyja, így van idő visszazárni. Szívós Gyula. Megcsinál egy cselt, aztán adja haza a Belényesi. Hudu, kipasszoljuk most. Hiába lép ki Erdei. Már lesen. Györfi pedig most forintos labdát adott. Hiányozik az átütő erő. Kis az első fél időben, kétszer a másodikban pedig egyszer hatalmas bravúrral védte a Karcag nagy lehetőségeit. A másik oldalon Belényesnek volt egy igazán komoly védése, a második fél időben pedig kétszerre ki kellett üsse a labdát, emellett kapufát is rúgott az ellenfél. A helyzetek alapján talán reális a döntetlen. A játék képe viszont mind a két oldalon egyértelműen kifogásolható. Egy csapat, mondjuk attól lesz igazán jó csapat, ha az ilyen mérkőzéseket is gyenge játékkal meg tudja nyerni. És hát ma nem sziporkázunk. Nagy Roland. Tovább teszi. Györfi lő, és becsorog a vezető Karcai gól. Györfi György találatával a mérkőzés hajrájában megszerzi a vezetést a Karcag. Összeroskadnak a kékmezesek, Belényes is a másik térfélen ünnepel. Lehet, hogy sikerül itthon tartani a három pontot. Györfi ballal nem tűnt jó lövésnek, mégis utat talál azonban a labda a bal alsó sarokba. És itt most már Kis Zalán is tehetetlen volt. Ő sem tudott hárítani. Sok nagy bravúr után az utolsó nem érkezik. 2 perce maradt a Rákóczi falvának, hogy pontot szerezzen. Na és hát akkor, ha ilyen játékkal is meccset tudunk nyerni, akkor beszélhetünk arról, hogy bizony lehetnek vérmesebb álmaink a bajnokságban, hogy jó lenne esetleg dobogót csípni, vagy legalább 5 belenni. De hát tegyük hozzá, hogy nagyon komoly meccsek jönnek még az ősszel, hiszen játszunk a listavezető Tiszafüreddel, de a 4. helyen álló Törökszent Miklóssal is, valamint a dobogó legalsó fokán csücsülő Mezőtúrral,
rajtuk kívül pedig egy kunsági rangadón veszünk részt majd kisújszálláson. Úgyhogy bizony négy nagyon komoly és nagyon nehéz összecsapás vár még a karcagi legényekre. És hát hiába például a mezőtúr elleni meccs, akik harmadikok a bajnokságban, nagyon fontos megjegyezni, hogy úgy állnak ott, hogy minden mérkőzésüket az ősszel idegenben játsszák. Igazán megsüvegelendő teljesítmény, amit a mezőtúriak is nyújtanak a bajnokságban. Még egy csere lesz a karcagi csapatban, Kovács Flávio is pályára fog lépni, aki szintén erre a szezonra 2013 után tért vissza Karcagra. Megfordult azóta Debrecenben, majd Szolnokon is, tavaly pedig mezőtúron focizott, amely egyben három meccsen lépett pályára. Most 8. alkalommal pedig majd a karcagi felnőttben is csereként a karcagi nézőkörömére lép a gyepre. Lejön a gólszerző, lejön Györfi György, aki zsinórban harmadik mérkőzésén is betalál a karcagi felnőtt csapatban. Most is a meccs hajrájában, csak úgy, mint Szajol ellen. Voltak jó megoldásai egyébként Györfinek a szélen is. Ezzel a góllal megkoronázta a teljesítményét. Daróczi. Domokos. Nagy Roland. Jó összjáték Domokossal. Szakali szépen szerel. Daróczi. Vissza kell tenni. Szent Annai messzire belsőzi. Kürti pedig csak dobásra tudja bólintani. Peregnek a másodpercek, ez pedig a karcagi csapat malmára hajtja a vizet. Nagy. Szívós. Kipattan, Trecskó. Gyorsan elvégzi. Kis. A nagy szedi össze, és aztán a biztosat választja, visszateszi Szent Annainak. Újabb nagy pofonba nem szalad bele a Rákóczi falva Karcagon. Sikerült rendezni a sorokat a Törökszent Miklós és a Tiszafüred elleni meccs után, de nagyon úgy néz ki, hogy sorozatban 5. alkalommal is vesztesen adják majd el a pályát. Villam még egy sárga. Most már nem sajnálja a játékvezető, Szívós Gyula kapta. És talán az utolsó szalmaszálba kapaszkodhat a Rákóczi falva. Mennyárt megvárja, amíg megérkezik Szakali Tibor is a kapu elé. És a lövés, lepereg, aztán egy luft, még egy kísérlet kapu mellé. Halicskú Norbert hagyja ki talán azt az utolsó helyzetet, amivel pontot lehetett volna menteni. Nagy Zoltán még nem fúj. De lehet, hogy ha Belényesi a levegőbe küldi a labdát, akkor vége lesz. Nem így történik. Szakali nem fog kimenni. Máté Fazekas megküzd érte, és átjut Hudun. Most a beadás. Trecskó lefejeli, Szőke fölrúgja. Daróczi. Trecskó. Na kié lesz? Lehet, hogy Daróczi? Szívós Gyula kipasszolja. Már az óráját nézi a játékvezető. Szakali. Újra elvégezheti a Rákóczi falva. Még egy utolsó lehetőség. Nem kell fejelni.
Nincs kezezés, a kivágott labdával pedig Nagy Roland már nem mehet el. Lefújja a játékvezető, 1-0-ra győz a karcagi csapat. Egy végig kiélezett mérkőzésen Rákóczi falva ellen nagyon sokáig kellett várni arra az egy gólra, ami végül aztán a győzelmünket jelenti, hiszen Györfi György már túl a 85. percben volt eredményes. Megvoltak a lehetőségei a Rákóczi falvának is, és jogosan lehet bosszús a vendég alakulat, hiszen fölálltak az elmúlt hetek nagy pofonjaiból, de végül egy Györfi góllal a mai napon is vereséget szenvedtek. A karcag pedig továbbra is veretlen hazai pályán, és továbbra is 100%-os a Ligetúton saját közönsége előtt újabb győzelemmel tapadunk az élbolyra. Csanád István operatőr kollégám nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket, Halmai Mártont hallották, a viszontlátásra, viszonthallásra.